Magyarországnak az az érdeke, hogy sok ilyen újranyitást lássunk. Teljesen világos, hogy a 21. században már nem a mezőgazdaság, nem az ipar, hanem a kereskedelem és a szolgáltatás az, amely a gazdaság alapegységeit jelenti. Erre felé halad a világ. Ezért a kereskedelmet, a kereskedelem dolgozóit is meg kell becsülni. Én azt kívánom itt Kőbányán, hogy azok az üzletemberek, akik képesek ilyen beruházásra, azok a munkaadók, akik képesek ennyi ember foglalkoztatására, azok megtalálják az üzleti számításokat. Azt kívánom az itt dolgozóknak, hogy az ő fizetésük is gyarapodjon. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban azért legalább egy ötletet felvessek, és nem akarok ennél többet a mai napon a politikával foglalkozni. A magyar adórendszer egészségtelen szerkezetű. Éppen ezért nem teljesen korrekt az a javaslat, amelyik azt mondja, hogy a járulékokat ugyan csökkentem, de cserébe a bruttó minimálbért emeljük. Ugyanis a minimálbér emelésének lenne egy sokkal egyszerűbb módja is, ha eltörölnénk azt a 15%-os adót, amely jelen pillanatban az alacsony keresetőeket sújtja. És ez az adó Európában példátlanul magas. Ezzel kellene kezdeni, mert ez a munkaadónak is enyhíteni a terhét, de a munkavállaló is jól járna. Olyan adórendszer kell, amiben mind a két fél megtalálja a számítását. És legfőképpen olyan kereskedelmi egységek kellenek, amiben a vásárló megtalálja azt, amire vágyik, korrekt, jó, akár olcsó áron is. Úgyhogy a Spárnak gratulálok, Magyarországnak sok ilyen üzletet kívánok, ahol elégedettek a vásárlók, és reményeim szerint elégedettek lesznek a dolgozók is. Köszönöm szépen a figyelmüket!